A World Sailing vezető nemzetközi versenybíróvá választotta a 350 pályázó körül 28-an kerültek a bíráskorát késfe, két felső elit csoportjába. Bence 10 éve tette el a bírói szakvizsgát, dolgozott a Rioi Paralimpián például. Mostantól a top világversenyek zsűrieit segítő tag lesz. Hát vele beszélgetünk a megbízatásra. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Amikor 2012-ben a világokori legfiatal versenybírójának neveztek ki, akkor mikorra tetted, mikorra vártad ezt a színrelépést, ezt a szintlépést, vagyis a bekerülést ebbe az elitbe? Akkor még nem volt lehetőségem ezt várni, ugyanis három éve van lehetőség arra, hogy ezekbe a csoportokba sorolják a versenybírókat, de mindenképpen hosszú hosszútávú célom volt az, hogy a világ vezetői közé tartozhassak, és ezeken a kiemelt versenyeken legyen esélyem részt venni. Már az is pályázattal történt, ahogy a mostani lépcsőfokhoz is az kellett, mi a sikeres pályázat titkanálatok? Tehát igazából egy jó referenciát kell felépíteni, és ezt kell bemutatni, vagy kell egy szimpatikus bírói koncepció és jövőkép, hogy mit gondolsz magáról a sportágatról? Abszolút szakmai ez a pályázat, tehát van egy olyan objektíven mérhető kritérium, ami egy, egy tesztvizsgával valósul meg, egy szemináriumot követően, utána pedig gyakorlatot kell szerezni, ahol pedig már nemzetközi versenybíróktól kell pozitív referenciákat gyűjteni, és ezeket összegezve kell aztán sikeresen pályázni. Tehát egy összetett műfajról beszélünk. Ja, te már 18 évesen minősített versenybíró volt, tehát 10 évi kodett és lézer eh, radia kishajós versenyzői múltal. Hát a nagy kérdés az, hogy hogyan és miért lesz ilyen fiatalon a rablóval pandul, Hát közben szól az egyetem például, nem? Így van. Tehát én a gimnáziumi tanulmányaim után az egyetemet választottam ami mellett, amit én választottam, én villamosmérnök vagyok, amellett nehéz lett volna egy főállású olimpiai felkészülést végezni. Így úgy gondoltam, hogy ezzel a, ezen az úton tudok benne maradni abban a körforgásban, amit nagyon szeretek. Milyen tulajdonságai tesznek szerinted hosszú távon alkalmassá erre a bíráskodásra? Mindenképpen az a fajta megértés, ami a versenyzői múltamból következik, az a fajta alázat, amit fiatalkoromban megtanultam, és szerintem az a fajta logikus struktúrát gondolkodás, amit meg egyébként a tanulmányaim segített. Tehát a mérnöki pontosságnak is fontos szerepe van itt. Egyébként a világ világbírói elitjének nagy részének vannak ugyanilyen versenyzői tapasztalatai, ez a jellemző? Mindenképpen úgy gondolom, hogy az tud igazán hiteles lenni, akinek kiterjedt versenyzői tapasztalata van, és akik például ezen a listán rajta vannak, ebben a, ebben a szűk körben ők szerintem mindannyian bőséges versenyzői tapasztalattal bírnak. Most úgynevezett vezető versenybíró lettél, és ugye ezek a csoportosítások nem örökké, hanem két évre szólnak. Az azt jelenti, hogy ki is lehet ebből esni? Természetesen, tehát ugyanúgy, ahogy a minősítést is meg kell újítani minden négy évben, úgy ezt a csoportosítást is újra-újra kell pályázni két évente, és akkor mindig átnézik azt, hogy a legutolsó tapasztalatok alapján ezt meg tudják-e újítani, vagy legközelebb talán még többet kell dolgozni. Mi lesz a dolgod innentől alapvetően? Milyen kategóriájú versenyeken kell dolgoznod majd? Tehát ilyen szempontból mi lesz az előrelépés az eddig sem kis feladatokhoz képest? Ugye nem azt jelenti ez a csoportosítás, hogy akik ebben nincsenek benne, nekik esélyük sincsen egyébként kiemelt versenyekre. A csoportosítás azt jelenti, hogy az olimpia és az ahhoz kapcsolódó világkupa, világbajnoki és válogató versenyekre ezekből a csoportokból választják ki a szenior tapasztalattal rendelkező tagokat tehát arra van esélyem, hogy a úgymond kor csapattag lehetek ezeken a versenyeken. Bence, azt mond meg nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként egy vitorlás bíró, aki szeretne jól dolgozni, milyen tipikus hibáktól tarthat vagy retteghet? Ugye minden szakmában van ilyen, amit az ember szeretne elkerülni. Így van, így van. Ugye a tevékenységünk az két részre bomlik alapvetően. Tehát a vízen is ott vagyunk a futamok alatt, aztán a parton pedig tárgyalásokat folytatunk le. A vizen szerintem a legbanálisabb hiba, amikor az ember a motoros irányításában vét hibát, és ezáltal zavarja a versenyzőket. Ez nagyon bosszantó tud lenni, ugye? De amikor mint a futballbíró rossz helyen áll, és neki megy a játék. Így van például. Hogy a labda. Tehát, tehát ezeken a versenyeken minden centiméter számít ezeknek a versenyzőknek. Ők hosszú éveket, hosszú napokat, hosszú edzéseket töltenek azzal, hogy a legjobb technikát kifinomítsák. És amikor egy ilyen banális hibát vét az ember, az iszonyú bosszantó tud lenni, és ez, ez hiszem, hogy nagyon dühítő számukra is. Viszont nyilvánvalóan a bíró presztízsét is rombolja. Nyilvánvalóan kevésbé ítélnek meg minket személyenként, azért ebben a körben már ismernek bennünket, de, de akkor is ez, ez így van. Innen is visz út felfelé, mert hogy a vezető versenybírók csoportjába ö, ö, kerülők majd a legnagyobb versenyek testületeit fogják elnökölni. Na hát, oda mikor juthatsz el egyszer? Milyen feladatokat kell addig abszolválni? Nehéz ezt megjósolni, itt azért már rengeteg sok minden hozzájárul ahhoz, hogy tovább léphessen az ember. Tehát innentől kezdve aktívan tudom abban segíteni a Nemzetközi Szövetséget, hogy, a, hogy az újabb versenybírókat tudjuk képezni, az ők fejlődéseit tudjuk elősegíteni, hogy a versenyszabályokat tudjuk fejleszteni. Tehát én dolgozom két munkacsoportban is a Nemzetközi Szövetségnek, ahol, ahol a, a sport irányítását próbáljuk támogatni így. Mondhatni azt is, hogy 2018 a magyar vitorlázás éve, ha csak arra gondolunk, hogy Beres világbajnok lett, az általad is jól ismert findingben, te elitbíró lettél. De hát kell jönni egy csakhogynak is. Mi a véleményed a World szélingnek erről a javaslatáról, hogy a 2024-től levenni az olimpiai programról a igen nagy hagyományú Findingit? Igen, a finn osztály az mindenképpen egy nagy presztízsű olimpiai osztály, ugye 1952 óta van az olimpián, ez minden idők leghosszabb olyan időtartama, hogy ez egy, egy osztály ott tudott lenni a játékokon. Az elmúlt időszakban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság különböző értékelési kritériumokat támasztott a sportágok felé, és ezeket a kritériumokat vette át a World Sailing is, hogy újraértékelje azt a palettát, amit megjelenít az olimpián, és például a női egyenjogúság, például a nemeknek az egyenlősége, például a, a médiában eladhatóság, például az, hogy a fiataloknak vonzó legyen egy-egy kategória, és ebben az értékelésben úgy látszik, hogy, hogy a, hogy a kiterjedt lobby mellett sajnos a finn most úgy látszik, hogy alul marad, mert hogy az a fajta versenyszám, ugye itt először versenyszámokról döntünk, ami a, ami a férfi nehézsúlyú versenyszám volt, az ugye kiesett a palettáról. Igen, Beres Zsombor itt nálunk nem végiben elég keményen fogalmazott, mert szerint a gazdag idős vitorlás üzletember itt igényei szerint formálják a sportágat. Te diplomatikusabban azt mondtad, hogy azért van, tehát van egy lobby tevékenység nyilvánvalóan. Nyilvánvalóan, hogy van lobby tevékenység az egész mögött, nyilvánvalóan van ennek egy bonyolult döntési folyamata, és nyilvánvalóan mindenki próbálja nyilván a saját, vagy pedig más érdekeit közvetíteni. Ez egy, ez egy borzasztó szerte és kusza döntési folyamat, tehát szerintem amikor ott voltunk a konferencián idén, ugye november elején, akkor a konferencia döntést megelőző napjain sem tudtuk, hogy mi fogott történni, még aztán, mint egy bár lesújtott ez a, ez a döntés a végén. A technológia persze a vizet is kinövi majd egyszer, mert hogy kibontakozóban az elvitorlázás is és tehát a, miután te benne vagy a virtuális versenyszobályok munkacsoportban, sőt vezeted, nagy kérdés az, hogy hát előbb-utóbb lehet, hogy még elbíró is leszel, nem? Ö, ennyire még nem tartunk előre, ugye... Az egy komoly trend, hogy most már a sportok mellett az e-sport, a virtuális sport is megjelenik különböző sportágokban. A Nemzetközi Szövetség a WordCering egyedülálló abban a tekintetben, hogy ő, mint tradicionális sportot felügyelő szervezet, ugyanúgy e-sportot is szeretne közvetíteni és, és működtetni. Idén volt lehetőség az első elvitorlás világbajnokságot elnyerni, és ahogy ez a, a verseny meghirdetésre került, akkor kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy vezethetem ezt a munkacsoportot ahol az a feladatunk, hogy a valódi versenyszabályokat képezzük le virtuális környezetre, és ott pedig aztán olyan döntési algoritmusokat hozzunk be a játék szoftverébe, ahol automatikusan képes a vizánlévő, vagy hát a virtuális vizánlévő konfliktusokat megítélni. Bence, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor jó szelet kívánunk neked a bírói pályán is. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm.